Idén kerekéfordulót ünnepel a Bölcsdiákok Országos Vetélkedő. A verseny célja a kezdetektől változatlan. A jelentkezőknek olyan tevékenységekre nyújtanak lehetőséget, amelyekre az iskolában nincs lehetőségük. A Communitas Alapítvány a Kolozsvári Református Kollégiummal, a Bábes-Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben 10. alkalommal szervezi meg a Bölcsdiákok Országos Vetélkedőt. A témák iránti érzékenység növelése érdekében interaktív, illetve szórakoztató feladatokkal készülnek a szervezők, de a végső cél az, hogy az elméleti tudás gyakorlatba ültetve végül rögzüljön és használható készségé változzon. Az idén a szelektív hulladékgyűjtés, a hazai újrahasznosítási technikák, illetve az erőforrások megfelelő kihasználásáról szóló információk kerültek a fókuszba. A törvény azt mondja, hogy az iskolákban is alkalmazni kellene, kell a szelektív hulladékgyűjtést. Igen ám, de megoldást erre nem kínálnak, sem anyagilag, sem infrastruktúrálisan, semmilyen módon. Elképzelhető az, hogy a diákoknak, ha egy ilyen feladatot adunk, megoldják saját iskolájukba. Az örökségünk a föld mottóval várják tehát azon diákcsapatok jelentkezését, akik érdeklődnek a természeti és kulturális értékek iránt. Ez a téma szerintem nagyon fontos, mivel tényleg nagyon sokat szemetelnek az emberek, és ugye így könnyebben rá tudnak világítani arra, hogy hibázunk, és hogy ezen valahogy változtassunk. És így rá tudnak ösztönözni minket, hogy ne csak tétlenkedjünk, hanem tegyünk is valamit. A vetélkedőre 4 és 5 fős középiskolás csapatok online jelentkezését várják egy vezetőtanár kíséretében november 4-éig a Communitas Alapítvány oldalán. A 4 szakaszos vetélkedőn 3 forduló feladatait az online felületre kell feltölteniük a diákoknak. Az elődöntő és a döntő, mint a korábbi években is, televíziós vetélkedő keretében zajlik majd. A verseny országos szakaszába bekerülő legjobb 10 csapat pedig 1 hetes jutalomkiránduláson vehet részt a Duna-deltában.